Köszöntőt mondott Szepesi Tibor, az önkormányzatok Pántér Ildikó és Nagy Nyíl László Erzsébet képviselték. December 19-én hagyományos disznóvágás és házi pálinka versenyt rendeztek a Nagykun Látogatóközpont udvarán és a Vérmény Kulturális Központban. A disznóvágás mellett a gyerekek kézműves játszóházba, a felnőtteket délután a 3+2 együttes koncertjére várták. A Dózsa György úton kézműves termékek és élelmiszerek vásárlására nyílt lehetőség. A rendezvényt dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter nyitotta meg, köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr és Szepesi Tibor képviselő úr. Karcsovaros önkormányzatát Pánti Ildikó és Molnár Pál, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték.
December 19-én tartott a évzáró rendezvényét a Karcagi Nyugdíjas Polgári Egyesület a Sors Társak Házában. A rendezvényen Kovács Szilvia alpolgármester képviselte a városvezetést. December 19-én, ugyanezen napon, avatták fel Volt György tanár úr emléktábláját a Karcagi Nagykor Református Gimnáziumban. Az eseményen emlékező beszédet mondott Dobos László polgármester úr. December 20-án sor került a 4. adventi gyertya közös meggyújtására a katolikus templomban, majd a Karcagi Szimfonikus Zenekar adventi koncertjét hallhatták az érdeklődők. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter, országgyűlési képviselő. A Karcagi Római Katolikus Egyházközség nevében köszöntőt mondott Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos. Az önkormányzat részéről jelen voltak Bánti Ildikó, Nagyi László Erzsébet, Molnár Pál, Szepesi Tibor és dr. Kanászló László képviselő, Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Dobos László polgármester. December 21-én tartották a Horváth Ferenc úti idősek otthonában a karácsonyi ünnepséget. A képviselői testület nevében Bálti Ildikó képviselőasszony vett részt a rendezvényen. Szintén ezen a napon került sor a Kunkarcagi Állatvédő Egyesület közgyűlésére. Az önkormányzatot szintén Bálti Ildikó képviselte. Még ezen a napon az Ötlegembe című filmet láthatták a gyerekek a Délvidéki Kulturális Központban. December 22-én került átadásra a karcagi kormányoknak a Városházán. Az átadásra vendégünk volt, és a jelenlévőket köszöntötte dr. Kállai Mária megyei kormány megbízott. Az önkormányzatok Bánti Ildikó, Nagyi László Erzsébet képviselték, Kovács Szilvia és Gyurcsak János alpolgármesterek, valamint Dobos László polgármester. December 29-én már 10. alkalommal rendezte meg a Karcagi Sportegyesület sakkszakosztálya évadzáró rapid nyílt városi sakkversenyét az ifjúsági házban. A rendezvényen vendégként Bánti Ildikó képviselőasszony vett részt. 2016. január 8-án a Karcagi Szimfonikus Zenekar újévi koncertjére várták a zenekedvelőket a Délvidéki Kulturális Központban. A város vezetését Dobos László polgármester úr, Kovács Szilvia alpolgármester úr, Szepesi Tibor és dr. Kanásztár László urak képviselték. Január 9-én rendezték meg a 4. Kárpát-merencei hagyományos disznóvágást a Lovagi udvarban. A rendezvényen határon túli csapatok is részt vettek. Az eseményen Bánti Ildikó és dr. Kanásztár László képviselő urak, valamint polgármester úr vett részt. Január 9-én, szintén ugyanezen napon, tartották a megyei asztali tenisz diákolimpia döntőjét. Köszöntőt mondott Szepesi Tibor képviselő úr. Január 10-én a református templomban istentisztelettel és a Kumpiéta emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelettünk a Doni katasztrófa áldozatainak emléke előtt. Igét hirdetett Koncz Tibor elnöklelkész, az önkormányzattól jelen volt a Bánti Ildikó, dr. Kanász Nagy László és Szepesi Tibor képviselő, Kovács Szilvia és Gyurcsak János alpolgármester, valamint Dobos László polgármester úr. Január 22-én került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja ünnepség. Köszöntőt mondott Csíkos Sándor színművész, Jászai Magyar Jézus érdemes művész. A Csodafa című ünnepi műsort a Madarász Imre Egyesített Óvoda Dúdoló és Szivárvány zenei tehetségműhelyei, a Kun Rózsa Kamarakórus és a Gyöngyvirág óvónői néptánc csoport előadásában láthatták a jelenlévők. A rendezvényen a városvezetés Bánti Ildikó, Szepesi Tibor képviselő, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester úr képviselte. Január 26-án dr. Őrsi Julianna Kötődés című kötetének bemutatóját tartották az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtár. A könyvet dr. S. Kovács Ilona néprajzkutató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A bemutatón Bánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselő vettek részt. Január 27-én került sor Csongrádi Kata műsorestjére a Rákbetegek Országos Szövetsége szervezésében a Délvidéki Kulturális Központban. A műsoreste jelen volt Nagy László Erzsébet képviselőasszony. Nézzük meg a tájékoztatást, hiszen a képviselőtestület egy kötelességemnekkel elegettem, nem bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől nem tértem el. A képülés között eltelt időszakban a szabadságot a kidolgozott terveknek megfelelően vettem, mindenfelelően vettem ki. Hiszen a képviselőtestület napjánban a kérdésre feltételével van lehetőség. Kívánok élni valakihez. András képviselő
szépen a lehetőség, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt elnök. Több kérdés is van, mert egybe külön csomag van, hogy legyen. Rendben van, tehát az első kérdés a gyermekorvosi ellátás kérdése a városban. Úgy tűnik, hogy komoly problémák vannak a gyermekellátás terén. Nem tudom, hogy a város mit tudna tenni ebben a kérdésben, hogy ez a probléma oldódjon, illetve hát jobban tenni az állapotot. Gyakorlatilag ma úgy néz ki, hogy a gyermekek ellátását közelben ellátó gyermekorvosok terheltsége nagyon magas. Nagyjából egy hónap alatt 1300-1400 vizsgálatot bejelentett páciensük van. Ez naponta ilyen 80-100 vizsgálatot jelent, ez hatalmas terheltsége egy orvosnak. És ehhez még hozzájön az orvosnak, ugye az iskola orvosi ellátás, valamint a helyettesítés. Tehát ezek a számok félelmetesek, és itt a gyermekeinkről van szó, a jövőkről van szó, én úgy gondolom, hogy át kellene mondani, és talán a városnak is egy kicsit több energiát fektetni ebbe az irányba. Én javaslom azt, hogy gondoljuk át, hogy mit lehetne a kérdésbe tenni. Azon felül tudom, hogy lehetőséget ad a város, próbáljuk ide hívni az orvosokat, csak nem érkeznek. Tudjuk azt is, hogy sajnos a nem túl jó kormánypolitika okán a gyermekorvosi képzés igen alacsony szintű, illetve nem a képzés alacsony szintű, hanem a létszám nagyon alacsony szintű. Országosan 69 gyermekorvos képzésre folyik. Ez nagyon nagy kérdés. Értem, hogy a városnak ilyen problémája van, de valamilyen megoldást kell találni, mert a később érdekben nagyon komoly probléma lesz. Tehát most ugye az orvosok kell. Van javaslatom, ezt most itt vajon mondjam el, de akár testület után nagyon szívesen elmondom, hogy milyen javaslatom most mondja, például csak egyik lehetőség. A város létrehoz egy alapot, nem túl nagy összeg, van felső közép oktatás a városban, igen jó szintű, meg lehet találni azt a fiatal, karcagi gyökerekkel rendelkező fiatal, aki gyermekorvos szeretne lenni, és az ő tanulását gyakorlatilag a város végig finanszírozhatná. Megfelelő szerződéssel biztosítva, hogy amintán elvégezte az egyetemet, megszerezte a diplomáját, a városban végzi a tevékenységét. Úgy gondolom, hogy ez annak a családnak is, a gyermeknek is, és a városnak is egy biztonságot és egy biztos lehetőséget adna. Feltételezem azt, hogy a városnak a költségvetéséből lenne erre pénz, én úgy gondolom, hogy ki lehetne szorítani, de ez csak egy alternatív, ezen kívül még lenne egy pár megoldás, amivel lehet ide hozni gyermekorvost. Én nem mondom, hogy ez a mostani kérdése megoldás, hogy egy hosszú távú dolog, ezt korábban kellett volna elkezdeni, erről tettünk, hogy nem történt meg, de úgy gondolom, hogy 8 év múlva, vagy 10 év múlva ez a probléma még súlyosabb lesz, mert ezek a gyermekorvosok, akik most vannak itt a körzetben, ezek el fognak menni nyugdíjba. Utána tényleg tapasztalhatunk, hogy mi lesz itt a gyermekorvos kérdése. Tehát minden lehet a szülővárosi körülbelül tanulgatni a kérdést, de ez a probléma csak egy súlyosabb lesz. Én úgy gondolom, hogy sok gyermekes, kisgyermekes családok érintett a kérdés. Tehát én nekem javaslatom is van, megkérdésem is ezzel kapcsolatban, hogy fogunk-e ebbe az irányba lépni, kívánja az önkormányzat támaszolni ebbe az irányba. És másik kérdés, sajtóhíresztelések hírek alapján jött egy olyan információ, hogy a TRV-vel szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek. Fizetés címén. Tudjuk, hogy a harcai visszolgáltatás is a TRV-hez tartozik, és a TRV biztosítja. Kérdésem az, hogy veszélyese, vagy veszélybe kerülhet-e esetleg a
szolgáltatása. És úgy van kérdés, hogy az az összeg, amit a TRV-nek illendő fizetni a városunknak, az érkezik-e rendszeresen, érkezik-e megfelelő mennyiségben, illetve később nem fogja majd tudni fizetni a TRV. Azok egyértelműen láthatóak, hogy az elmúlt időszakban a TRV gazdasági számai azt mutatják, hogy a nagyjából 8 milliárdos bevételéből mindig sikerült neki komoly veszteségeket produkálni, mert 2013 az 1 milliárdot is túlépte a veszteség a TRV-nek. A tavalyi év folyamán sem sikerült a 300 millió alá menni. Tehát fontos veszteséget termel. Nyilván a kormány kisegíti ezt a céget, de nem tudom, hogy meddig tartható ez, és a kormány is egyáltalán meddig tudja oda tenni magát a kérdésbe. Tehát én úgy gondolom, hogy nem állt, hogyha odafigyelünk erre a vonalra, és ugye nem nagyon jól is segítheti a város, ez a kérdés. Nem tudom, van-e lehetősége, akár a csatlakozások felülvizsgálatára is. Ezt nyilvánvalóan a testületi szintben tudja. Lakosok részéről visszajelzés, közvilágítás több szakaszon nem működik. Széchenyi sugárúton is hosszabb, rövidebb ideig nem egy-egy lámpatest, hanem egy-egy szakasz teljesen sötét. A főtér is volt sötétben, illetve a zöld fókusz és az a környéke is. Kérdés, hogy ebbe az ügybe lehet-e valami tenni, technikai hiba ez, vagy esetleg a szintén a szolgáltatók nem oda kellene, kellő odafigyelése az oka. És még egy az önkormányzatok, ugye a KPMS-ot nem is említem, ugye a közúton tartották, már nem is említem, ugye azt tudjuk, hogy tényleg lehetetlen állapotok vannak, de ez nem ránk, vagy nem a mi kompetenciánk, azonban vannak önkormányzati utak is. Például itt a templom előtti szakasz, tehát a katolikus templom előtti szakasz, nagyon kártyús már most, és hát ez ugye tavaszítni, ez a fagyosabb, rosszabb idő elmúlik, ezek még rosszabbá válnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ilyen április magasságban, amikor már javíthatóvá válnak az aszfaltok, akkor ez szerintem nem lesz tovább halasztható. Úgy gondolom, hogy a kérdésben is meg kellene tenni az előkészületeket, illetve a felkészülés erre. És szintén még egy érdeklődés, a bizonyos a milánói kiállítás Sámán Tóbia, a sajtóban szintén elmúló hitek jelennek meg, érkezik, nem érkezik, lesz kapcsolatnak ilyen Sámán Tóbia, vagy nem lesz kapcsolatnak, tudunk ilyen esetleg többet. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm a kérdéseket, képviselő úr. Én azt látom, hogy azt meg fog említeni, hogy minden felelős a képviselőtestületi közönkormányzat az időjárás tekintetében, hogy ilyen a meleg, a ilyen a minden kapcsolatban, stb. Ez az evidenciákat kell tartani számolni, mert olyan dolgokat, ami nem a mi asztalunkra kell kerüljön. Nyilvánvalóan, hogy orvosi és Magyarországon nem a harcokat, minősége az változat természetesen, és minél több betegünk valakivel, az mindig van, hogy
bajban van, vagy nincs bajban, én sarkozni kezdeléseket soha nem kaptam, ezután sem fogok, én azoknak a dolgoknak hiszem, hogy megtapasztalom, a TRV, a vízellátást biztosítja a városban probléma mentesen, jelenleg is így sem tudom, hogy így fogja tenni, a bérleti díj részükről folyamatosan érkezik, tehát egy szabunk nem lehet, hogy éppen ők, hogy állnak, mit állnak, eltartan az ő dolgok és fájja az ötvénk miatt. Nekünk semmiféle problémánk ezzel kapcsolatban nincs. A díjúzmérőségjelítás után sem lehet semmiféle való találni, hogy sok minden elhangzott a menetekülelési, az átadásról is, meg azután is, hogy esetben változik a díjúzmérőségjelítás, a ellátás biztonságát minden tökéletesen zajlik, tehát az, hogyha nekik vannak gondjék, bajék, majd meg fogják mondani, nem tartom valószínűleg, hogy nekünk ki kellene falnunk ebből az együttműködésből. A mi részünkről nem gondolom, hogy kellett a együttműködés, mondhatnám, hogy lekerülünk az összes csatlakozott település közül. Közvilágítás, technikai hibája, ezt kérdezte a képviselő, természetesen igen, tehát nem a vajákos asszonyok olvastak rá, a követékben, meg a kózlák, hogy kell, hogy gyugalja, vagy nem gyugalja, hogy a technika hiba. Most azt tudjuk el, hogy a különböző világítás technikai eszközök és a ehhez kapcsolódó követékek nem egy-két melegben tulajdonban vannak, más felelős a földben elhelyezett vezetékekért, más a lámpatestekért, sajnos itt közöttük kell az összhangot megtalálni, ezt én is nagyon-nagyon sajnáltam, hogy az egyes részeken a közvilágítások nem működik. Folyamatosan konzultálunk mind az EU, mind a közé szakemberét, folyamatos a kapcsolattartás az önkormányzat és a szervezetek között. Nem rajtunk szerződésen. Munkálkozások ismételten természetesen ilyenkor rajonnak leginkább a problémák, hiszen a hidegző, a rossz idő, a tény az általában megeszik utakat, ami a mi útjaikat illeti, azokat a felújításával, hogy minden évvel a karában minden is így történik, gondoskodni fogunk természetesen. Ez is a költségvetésnek lesz az egy része, hiszen ilyenkor szoktuk felmérni azokat az útfelületeket, járva szakaszokat, ahol javítása kell, hogy sor kerüljön, de ott kell tenni az eszközökben is. A köztetlen felmérő segítségével minden képviselő javaslatát figyelembe véve természetesen. Milánó pavilon a magyar közönben megjelentek szerint, ami a leghivatalosabb fórum, és amire ahogy lehet a valóban a milánói magyar pavilon az harcnak kerülni. Gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy lefoglalkozunk ezzel a témával, a tervezéssel, a tervezéséggel. Jó útjon haladunk, és biztos, hogy haladunk az anyagi felületet, a háttér és rendelkezésére fog állni ennek a világban, a felültésével, a környezetének a kialakítására. Szerintem, ha elkészül, akkor egy nagyszerű épülettel, intézményekkel fogunk mindösszesen a munkálkozásra rendszerelni kiegészítésként tegyünk az önkormányzati utak tekintetében a város unokság az elmúlt héten vásárolt hideg aszfaltot. Ugyan társaszfaltról van szó, amely a legfontosabb szakmúcszakaszokat a javítására fog fordítulni, mihelyt a viszonyok a időjárás viszonyok a lehetővé teszik. Ez az időjárás viszonyok akkor lesz, amikor nem leszünk a kártyúban, megkezdjük a kiavítását. Természetesen ez nem azt jelenti, teljes átfogó kártyúzás a program lesz, csak a legfontosabb szakaszokat meg fogjuk kezdeni. Valamint a Városgyűlésnek beadott egy pályázatot, március elején indul a Strandpunk a program keretében, ahol szintén a városinknak aszfaltozására volt egy program meghirdetve. A pályázat nyert, és március
felszólalni. Elsődlegesen az azt, hogy korábban említettem mi már, és tudja ezt minden képviselő, hogy problémák jelentek a kalapsakosnak fölké. Nekem lenne egy javaslat a kostai parkoló bővítésével kapcsolatosan, nevezetesen az, mivel államoknak mellett található, meg kellene tervezhetni, vagy legalábbis elköltséget be kellene építeni a költségvetésbe, mint a püspökadályi szakaszon, mint pedig a Széchenyi úti szakaszon. Ha kell, elkészülnek a kivitelezések, pedig meg kell kivitelezni a városgyarmaságot, és akkor a évenfogra húzódó parkolási problémák együthetnek ezen a városrészen, mert egyenlő problémák jelen, de jó problémák is, hogy tapasztalja ezt, hogy van egy olyan problémás, aki az a képviselő, és a korábbi években szívügyének tekintette ezt, de én tovább is kérdem, hogy tekintse szívügyének, tudom, hogy annak tekinti, de azért nem árt, hogyha néha figyelmeztetik egy nagy családot, hogy megérő problémát ne felejtsünk el, és ezért pedig ezt a javaslatot, hogy ezt a parkolási problémát próbáljuk megoldani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kostai parkolás természetesen szívügyenre tekintem, más felé is, mert a követelő központjában helyezte ki ez a kedvet, a keresztelődés is egyet volt mindig a látókörönben, annak a biztonságosabbá tétele, és a kostai parkolás műszintén így van. Hát egy régi történet azért, azt szerintem még 98-as ciklusban volt, én a saját pénzemet, saját önálló pénzemet fektettem arra, hogy használtam fel arra, hogy az a kis parkoló rész az utcon fővel legyen felállva. Tehát nem önkormányzat pénzemből, vagy a saját pénzből csináltatta oda azt a kerékszámú parkolót, hogy valamit lehessen segíteni, de ez egy csekély dolog, ráadásul nem is túlságosan biztonságos, mert még mindig jobb volt, mint ott a kocsajában kiszállni annó. A polgármester úr és jó néhány kollégám a mai napon pont szólókon megbeszélésen pontosan ezzel kapcsolatban is a közült megyei vezetőjével és munkatársaival találkoztak. Tudni, hogy mint ahogy a Darsányos képviselő úr is tudja, hogy megyei közültési tanul, megyei Tokospályát a közültőben beindulnak, és ennek a megbeszélésítése egyszerűen zajlik városokban is. Többek között a kerékpárút építésekre is szeretnénk pályázni, és ehhez kapcsoljuk azokat a dolgokat, ami a közlekedés egyéb részletét is építi. Így a parkolás, esetleg a kostai csomópontnak a valóban teljes megújítását. Így a parkolás azt mondom, hogy mondanak a képviselőtársamnak, a katolikus templommal szembeni rész egy olyan terület, amit fel lehet használni, és nyilvánvalóan a szabályokat, az építési szabályokat betartva, ahol a tervezünk parkolókat megvalósítani. Csak zárójelben mondom, hogy megint másnak a nyitjét és maját teszik a nyakukba, hiszen a kostai önálló, magyar kostai önálló intézmény, és gyakorlatilag a kossára kellene gondoskodni a saját parkolásáról. Ha valaki épít egy szállodát, egy étteremet, egy üzletet, annak előre van írva, hogy hány parkolót kell kialakítani. Természetesen, ha az adott intézmény mellé, akkor rég a városnak egy mind olyan plusz pénz, ami másokban a kötelező feladatokkal mondja el, a tőkénket, tehát ezt testem azért előbb beleszállítani, hogy más gondjai szoktuk megoldani. De miután a kosár, a parcagi állapotnál használják, nagy többségben nagyon is odafigyelünk ezeket. Tehát ott szeretnénk egy parkolási lehetőséget kialakítani, és természetesen már ebben a kérdőben, amikor adásra kerül a pályázatok, sőt, hogyha majd a pályázat nyelvi is fog, esetleg is említeni, hogy nyelvi fog, akkor tájékoztatjuk majd a tisztelt képviselőtestületet arról is, hogy milyen irányú és hol helyezkednek majd el azok a kerékpártak, amiket szeretnénk megvalósítani. Egészen pontosan a piactól kezdődően, tehát a Szent István sugárától kezdődően, a Kacsó és a Szent István kereszteződésétől, addig, ameddig a pénz, pályázati pénz tudja
természetesen. Hát azt nem tudhatjuk, hogy mennyi kerül, tehát ezt nem tudom megmondani, most a József Attilóról ki fogunk tudni átvalóni, vagy esetleg a Széchenyi Zsuzsának kritikét, tehát akkor meg nem összegyűjtünk. Még egyszer mondom, itt is lépünk és keresünk a lehetőséget, mint a kereszteződésünk problémájának a megoldására, mind a parkolási gondok megszüntetésére, de ez nem kötelező feladat. De azért van, hogy a természetesen, és reméljük, hogy a pályázatokkal előre fogunk tudni. Van egy tovább, és tessék parancsolni, nagyon László Erzsébet képviselő ennek megfelelően nem tartok szükségesnek, hogy módosítsuk ennek a megállapodást.
kitartó cselekvő kérdés odaadása. A változóban a formában előtt fogadni kéne nevezet, igen, lelőtt tartózkodási kérdés hangulnak. Hova kell valamit kapni, hogy mondjuk úgy javaslat a partizi polgármesterének a szervezetés ügyülési tagozatára szóló 2022-2014 kávészállapotnak módosítására. Különböző okok miatt, amit az összegzésben tetszett, hogy olvasni, szükséges egy új szervezeti adott életre, a beszervezet módosítani, a melléketet lehet megtalálni. Kérdés, hozzászólásának van. Javaslom az elfogadását, támogatását, igen, nem tartózkodási javaslat a végén kulturális, turisztikai, sportközpont és könyvtári állapotban elrendezéséről szóló nézőkönyv elfogadására. Tisztelt Képviselő Testület, a gyermek könyvtári részület leállítva az elmeteszkedőben. A könyvtár részéről ez a kisebb része a részét tartalmazza a könyvállománynak. A nézőkönyvet a leállítva megteszem találni a mellékletben. Jó néhány kép nem került vissza a könyvtárba, valószínűleg nem szerették a gyerekek olvasmásztárba, hogy hozzájön ő, de hála jó Istennek kérdező, mindig jó tudják eltenni néhány könyveket, és ez még olyan határértéken belül van, amit lehet találni a törvények szerint. Vitának a csehkot kérdés hozzászólásra le. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodásra, hogy egyszerűen javaslat a kisebbségekért a minoritárvállalók támogatására. Tisztelt Képviselőtestület, Hölgyeim és Uraim, minden évben megkeresve ennek az alapítványt, hogy támogassuk a kezdeményezés kapcsánkú áll formájában támogatják azokat a határon túli magyarországi testvéreinket, akik nagyon-nagyon komolyan rászorulnak erre. Általában 200 ezer fölött szoktak kérni, és ahogy itt a javaslatban olvasom, a Szent Bizony Csárnyi Dönyeforgalmi Társadalmi és Külkapcsolati Bizottságnak a döntése az, hogy 100 ezer fölött támogassuk ezt a Csárnyi rendezvényt, de megfelelően több alternatíva is szerepel a előterjesztésben, 200 ezer forint, 100 ezer forint, illetve az alternatív, hogy nem támogatjuk, szerintem ezt ki is lehet zárni, az összegben lehet gondolkozni. Én a szakbizottság véleményét nem tudom fogadni. Tehát akkor mielőtt döntünk, természetesen vitára bocsátunk, és lehet a véleményeket elmondani. Ezzel kapcsolatban a jelenlegés is látom, pár videót még is megszólni, hallgatom a szót, tessék parancsolni. Kívános, hogy a jegyzőmód képviselőtársaim, mint ahogy jelezve is, hogy a bizottságunk tárgyalta belül napirendi pontként ezt az anyagot. Polgármester elmondta, nem akarom ismételni, felvetődő alternatívákat, föl sem vetődött, hogy ne támogassuk, hiszen, hogy jól tudjuk, 20. Csengóváról lévész új és értelmes képvégén kerül megrendezésre, szép hagyomány, és bizonyára, hogy Karcagváros önkormányzatával több önkormányzat is támogatja, és mi így láttuk egységesen a bizottság tagjai, hogy egy 100 ezer forintos támogatással, anyagi hozzájárulással és kellemes időtöltést és jó szórakozást azoknak, akik ott lesznek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves elnök, tisztelt televízőnézők. Természetesen a pénzügyi fejlesztés és mezőgazdasági bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot is, és hát részben támasztotta az idegenforgalmi és társadalmi külkapcsolati bizottság tagjainak a véleményére, részben pedig áttárgyalva, átadva, szintén erre a javaslatra jutottunk, úgyhogy a testületnek azt javasolt, hogy ezt a csángó vállat 100 ezer forintot támogasson kormányzatunknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor két bizottság is támogatásával, a képviselőtársával, tessék parancsolni!
én megszavaztam, és nem mondtam ezt a javaslatot, de ott is elmondtam, hogy én gondolom, és szerintem sokan mások is, hogy ez egy nem egy párról szól. Ez azokról a magyar emberekről szól, akik nagyon messze vannak itt a csomagban Magyarországban. Azoknak az embereknek a segítéséről szól, akik nagyon is rászorulnak a hazának, a magyar hazának a segítségére. Én úgy gondolom, hogy a 200 ezer forintot a város minden további nélkül ki tudná esetbe fizetni. Nem remélhetném a költségvetését, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan cél, és ez egy olyan nemes indítatású dolog, amire úgy mondom, hogy minden karceli szívesen odaadja azt a 200 ezer forintot, de a testület együttesen úgy dönt, hogy sem 100 ezer forintot szán erre a dologra, én természetesen azt is elfogadom, és támogatjuk azt is, de szeretném, hogyha átgondolnánk, megfontolnánk, és javaslatnak szerintem a 200 ezer forintos változatot támogatnánk. Köszönöm. Valóban 200 ezer forintos kérelme érkezett, minden évben ennyit szokott érkezni, és most nem tudom, hogy úgy szépen visszatérnek, hogy megképpen mennyiben rámulnak ezt a valaki majd, én biztos, hogy így támulnak. Tehát az a elképzelés, amit persze legyen valósítani, az egy évig az nagyon nemes és támogatlan jó. Nyilvánvalóan ez döntés kérdése mindenkinek az idejó valaki, melyik szem mellé áll. Egyébként képviselőtársak bölcsességének tapasztalok, és az alapján én a 100 ezer forintot teszem majd a voksóba, mert függetlenül a szavazásra fogom tölteni a 100 ezer forintos kérdést, és akkor egy 200 ezer forintot is, és akkor körülbelül ezt nem tudjuk még megvizsgálni. Van egy további jelentkezés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki támogatja a 100 ezer forintos alapítványi támogatást, kérem jelentkezett? Igen. Nem. Tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy 9 igen, 2 tartózkodás mellett a 100 ezer forintos támogatást kérem. Nem szabadok képviselőt? Én abban bíztam, hogy az alternatívák, hogy külön fogjuk megszavazni, de... Tehát mivel nincs oka fogja távolatban a szavazás, így kacsajtörösebb szavazatot. Oké. Tehát, hogyha azt mondják, hogy nem fog megváltozni, mert hogyha a kettő igen lesz és kérem szavazkodás, jó, csak esetleg szavazni most, mert... Mi veszik, hogy tartózkodásról, jó? Támogatjuk a 100 ezeret is. Igen, a 100 ezeret alapvetően támogatnánk, de a 200 ezeret szerettük volna. Tehát. Igen. De akkor mire szavazhassanak? Jó, csak úgy van, hogy az alternatív, hogy bíztunk benne, hogy az alternatívát először megszavazzuk, és akkor utána egyértelműen volna a B alternatív. Akkor meg kellene még egyszer a 100 ezer forintnál, hogy igen. De akkor te volt, hogy nem lesz már, csak igen. Akkor megszavazhatjuk, akkor 11-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 
János Arnak, katonai magányában lévő 5366 helyben számú 516 egész intézményzetére alterületű levágás céljára szolgáló helyiség Keszthelyi János részére történő pályázatot kívánunk végrehajtására. Tisztelt jelenlévőnk, a Keszthelyi János úr raktárban céljára szeretné bérbevenni a területet, határozottan időre, ezt egy bizonyos fontos, hogy használhassa fel is kinyitva a saját költségén, leadását nem kér 10.000 forint per hó, végül, hogy ki így ajánlani föl, vitálhatóságot kér, és ott leszólással. Ha olyan helyzetben kerülnénk, hogy szükségem el a terület, akkor bármikor felkérünk a szerződést. Javaslom, hogy fogadjuk el. Igen, nem tartozhatási kérdés. 1674-ben áll, mert egy helyben számú lakás, Györfi Szilvia részére történő pályázat, kiépítési és
utána kiderült, hogy most megint egy közlési helyzetben már korábbi években is szó volt nem tudatlanul az értékesítéséről, akkor döntött is a gazdaságtanácsnak a testének az árról. Valami okától gondolom, hogy forrásjárnyiak visszatépett a vásárló, de egy kis lépeltetben ütött a vételi ajánlatát. Én javaslatom, hogy gondolom, mert megkérni ezt célszerűen támogatni. Itt állapodásában képviselő a szólással lehet. Természetesen egyszerűen kérjük majd ezt a kifületését. Tényleg is nem látok, a kifületának jelezik, igen, nem tartozhatásokat, nem tartozhatunk kell. 8. kerületi pontunk. A jelentések, hiszen abban a jelentést tetszett találni a anyagban, van valamelyikhez kérdés hozzászólás érdemény. Tehát itt tudja fogadni ezeket, igen, nem tartóztatás, hogy egy hangban kérdődik ezt. Köszönöm szépen, 9. kapitányi pontunk. Azt a 9. kapitányi és a 10. kapitányi pontot Yeah.
az állásfoglalás szintén ezen a napon az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság rendkívül ülésén ünnepélyes keretek között köszöntik a város eredményes sportolóit és felkészítőiket az ifjúsági házban. Február 3-án lesz a Rákosi Börtönei című kiállítás megnyitója a György István Nagykun Múzeumban. Február 10-én Farsadibát rendeznek a Városi Nyugdíjas klubainak részvételével a Bérnyi Kulturális Központ emeleti dísztermében. Február 11-én kerül sor a Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulójára a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a Rérvényi Kulturális Központ közös rendezésében az Ifjúsági Házban. Február 12-én lesz a hagyományos Györfi Néptánc Gála a Rérvényi Kulturális Központban. Február 17-én a Breki a Béka Királyfi című animációs filmet láthatják az óvodások és általános iskolások a Bérnyi Kulturális Központban. Február 29-től március 6-áig látogatható a Hüllő Kiállítás az Ifjúsági Házban. Minden rendezvénye szeretettel várnak a rendezők és természetesen a harcolásokkal. Köszönöm szépen! Jelzőmondom, tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb soron kívül 2016. február 15-én 15 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötve ülésünk a képviselőtestület. Ez az időpont azt jelenti, hogy ekkor kerül betemésztése és véleményem szerint elfoglalása is majd ennek az évnek, a 2016-os évnek a költségvetése. Van-e valakinek erre a ülésre a napirendi ponti javaslata? Tisztelt képviselőtestület, nyilvánvalóan a korábbi éveknek megfelelően a költségvetés nagy odafigyelést igényel. Több szakbizottsági ülésre is kerül sor. Kérem, hogy ezen tessenek részt venni, ezeken a bizottsági üléseken a megfelelő javaslatokat megtenni, aktív részesei lenni a költségvetés megalkotásának, és a jelenléttel biztosítani azt, hogy mindenki tájékozott legyen a lehetőségeket illetően természetesen, mert addig kell nyújtózkodunk ebben az évben is, ameddig a takaró ér, és nem tovább. Tehát nyilvánvalóan extrém kéréseket nem biztos, hogy fogunk tudni megvalósítani ebben az esztendőben. De egy közös gondolkodásra mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen! Ha nincs napirendi ponti javaslat, akkor megköszönöm a tisztelt képviselő hölgyek, urak jelenlétét, a hivatal munkáját, az érdeklődők odafigyelését a mai
testületi ülés bezárul, további szép napot kívánok mindenkinek.